Jó estét kívánok! Önök a Rekontrát nézik, tudják, ez a Pannon TV vitaműsora, ahol véleményeket ütköztetünk, illetve maradunk pro vagy kontra. Ma este az önök véleményére is számítunk, hogyha a témával kapcsolatban kérdéseik támadnak, akkor írják meg ezt nekünk a pannonrtv.com/chat oldalon vagy a Facebookon. A téma, amivel pedig ma kapcsolatban várjuk a hozzászólásaikat, vagy egyszerűen csak a figyelmükre számítunk, az pedig a következő. Kortárs vagy klasszikus dráma? Vajon az új drámának szabadságharcot kell-e vívni az elnyomó klasszikusok ellen? A Libikóka két oldala. Most pedig a vendégek. Hernyák György, rendező, osztályvezető tanár. Először tisztázni kellene, mi a klasszikus és mi a kortárs dráma. Sőt, legelőször, hogy mi a dráma. Továbbá leírt szövegről beszélünk, vagy annak színpadi megvalósításáról. Jó estét, Hernyák! Hát több kérdést is felsorakoztatott. Elsősorban azt, hogy mi a dráma, ezt tisztázni kell? Még ez nem ennyire egyértelmű? Hát azt gondolom, hogy igen. Most én nem vagyok egy esztéta, aki analizál, és nem vagyok politikus, aki törvényeket hoz meg. És a színházban úgy gondolom, hogy vannak is törvények, azért vannak, hogy az ember fölrúgja őket. Hogyha a színház művészet, márpedig a művész azért lett művész, gondolom én, hogy valami felszabadsága legyen neki. És ezért a vita. És ezért van a vita, igen. Hát figyeld rá, hogy mi a dráma? Hát erre majd később térünk rá. Erre később visszatérünk, most pedig lássuk a következő vendéget. Urbán András, rendező, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház igazgatója. Klasszikus vagy kortárs dráma? Szerinte nem az a kérdés. A dráma, mint irodalmi műfaj valóban kizárólagos alapja a színházi előadásnak? Nem. Elég kategorikus, ahogy már megszokhattuk tőled. Jó estét, szervusz! Jó estét! Van egy ilyen törekvés a színházban, hogy amikor előadások születnek, akkor ezek a szövegtestek, ezek a szerves munkafolyamat részei legyenek. Ez nyilván a Kosztolányi Dezső Színháznak már nem hogy igénye, hanem ez egy megvalósított tény. Vajon a nézők ezt hogy fogadják? Hát szerintem a nézők ezt jól fogadják, ez nagyon változó. Tehát én nem gondolom, hogy a színházba járó néző föltétlen drámákat akar látni, vagy színdarabokat előadva. Itt igazából nem erre gondoltam, nem elsősorban arra, hogy ez írott szövegről van ez szó, vagy szövegről, ami közben a próba folyamán születik. Ugyanúgy megtörténhet a próba folyamán során is, hogy egy ugyanolyan szöveg születik, mint amit íróasztalnál ír az ember, hanem inkább arra gondolok, hogy a színházi alkotóknak van tudata arról, tehát hogy a dráma az egyáltalán nem az elsődleges alapja a színháznak, vagy annak az előadásnak, és nem is az alfája, és nem is az omegája a történetnek. Akkor ezt még bővebben kifejtjük. Harmadik vendégünk. Brestyánszky Boros Rozália, dramaturg, író. A színház létszükség lett számára, de elismeri, hogy van, aki tudna élni nélküle, viszont legalább egy találkozást megér, aztán hát, ha mégis. Jó estét, Rozi! Drámaíró is vagy, dramaturgként dolgozol. A színház szerelmese, ahogy hallottuk. Nem tértél ki kortárs vagy klasszikus, nem válogatsz? Nem válogatok. Későbbiek folyamán nyilván kifejtjük, hogy miért, de hát pontosan azért, mert írok, nem lehetek klasszikus, de hogy kortárs vagyok, ezt magam sem tudom. De hát nyilván a színház az egy elsődleges szerelem. És ez a fő fontos. Minden más ennek az alárendeltje. A magánélet az nyilván ennél fontosabb, de a színház az ezt követően az első, igen. Akkor nézzük most utolsóként, de nem utolsó sorban vendégünket. Lénárd Róbert, rendező, író. A színház nem lehet nem kortárs. Ha a színház eleve a régit, a kicsit is elavultat célozza meg, akkor egész egyszerűen nem színház, halott anyag. A színháznak ezért kortárs formában, kortárs témákkal kell foglalkoznia. Akkor is a Shakespeare-t, Molière-t, Euripidét vittük színre. A színház mindig most van. Ez így van. Rendezőként, jó estét kívánok, szervusz! Rendezőként mitől függ az, hogy kortárshoz nyúlsz, vagy klasszikushoz nyúlsz? Szerintem a téma fontosabb. Tehát az, hogy az a téma mit penget meg. Én nagyon szeretek klasszikus szerzőket, nagyon szeretek kortárs szerzőket. Mind a kettőből van a listámon jó sok, amit szeretnék egyszer rendezni. Nem igazán látom az igazi különbséget a kettő között ilyen értelemben, a téma érdekel inkább.
Jó, erről is beszélünk. Aztán ezeket a témákat még bőven kifejtjük, és mást is. Rögtön az elsőt, kérem az első mondatpárt, és haladunk tovább. Tehát az első mondatpár így hangzik. A közönségnevelő tevékenység erősítése céljából a klasszikus drámairodalom értő és korszerű tolmácsolására van szükség. Első mondatpár, második. A színház mindenkori feladata a kortárs szerzők műveinek színpadra állítása. Itt kell megemlíteni, hogy ezek összeolózott szövegek, és nem a szerkesztőségünk álláspontját tükrözik ezek a mondatok. Mi a jelenlegi helyzet? Kortárs és klasszikusnál. Itt Hernyák felvetette rögtön az elején, hogy érdemes tisztázni ezt a fogalmat. Mi a kortárs és mi a klasszikus? Hát én nem tudom, mi a kortárs és mi a klasszikus, mindjárt tisztázom. De előbb elmondta, hogy nem vagyok se esztéta, se törvényeket meghozó ember, én inkább kéréseket teszek fel, lévő, hogy rendező vagyok. Én nem teszek különbséget kortárs és nem kortárs között. Lénár mondta az előbb, és igaza van neki, hogyha egy szöveg közöl valamit a mának, legyen az íródjon az 2000 évvel ezelőtt, vagy íródjon az ma, attól a pillanattól kezdve az kortárs. Vagy klasszikus? Nem tudom. Dráma. Szerintem azért itt határozzuk meg a vita kedvéért, hogy akkor nevezzük talán a kortársat az élők szerzők műveinek, tehát a most élő szerzők művei legyen a kortárs, és a klasszikus az minden egyéb, hogyha egyetértetek vele, és akkor így könnyebben tudunk a témában hozzászólni pro és kontra. Tehát akkor, amikor meghal a kortárs szerző, akkor már klasszikussá válik? Ez egy kicsit sarkítva igen, van, igen, de hogy, igen, hogy igen, valamilyen igen, nyomon igen, azért igen, el tudjunk igen, indulni igen, a vita folyamán. Az a kérdésem, hogy a hazai színház életben ez az egyensúly hogyan alakul? Színházokban vagytok, mindenki a saját színházát nyilván tudja. Már akinek van. Ilyen értelemben. Ilyen, illetve hát aki dolgozik, tehát igen, mindenki ismeri igen, a hazai igen. színházi pályát. Hogyan alakul, túlsúlyban van az egyik, illetve a másik? Szerintem azért egy alapvető kérdés az, hogy melyik színházról beszélünk, hiszen vannak Vajdaságban is vannak repertoár színházak, és vannak olyan színházak, mint például a Kosztolányi Dezső Színház, amely nem repertoár színházként működik. Olyan értelemben értem a repertoár színházat, hogy nem teszi azt, amit a Népszínház tesz, hogy egy évadon belül megpróbál minden típusú színházi előadást, tehát műfaját tekintve, stílusát tekintve felsorakoztatni, különböző nézői igényeket kielégíteni, és így megpróbál egyfajta egyensúlyt hozni létre a klasszikus színház, klasszikus írók, szerzők szövegeit is arányban műsorra tűzni a kortárs szerzőkkel, és itt olyan értelemben gondoltam, hogy nyilván a Kosztolányi Dezső Színház, ezt András mesél róla, inkább a kortárs színház felé orientálódik, de a Népszínházban itt megpróbálunk valamiféle egyensúlyt találni, erre törekedni. Megpróbálok nem fölülni az ilyen provokációknak, viccelek. A Robi tényleg az elején mondott egy dolgot, a színház kortárs műfaj. Tehát a színháznak van egy nagyon fontos esztétikai értelme és egy fontos momentuma az, hogy egy adott térbe, adott időbe és csak akkor történik, amikor azt valaki játsz és valaki nézi. Tehát ez a kapcsolat a színház végül is, ha azt mondjuk. Ez a klasszikus és kortársra való visszavezetésben, ez nekem az a probléma, hogy amikor a klasszikus mellett ágáló embereket legtöbbször megkérdezett, hogy jó, de mire gondol az előtt, hogy klasszikus? Tehát én nagyon nem egyezek, hogy úgy osszuk ezt be, hogy most a halott szerző, a klasszikus, az élő, a kortárs, bár végeredményben így van. Na, de hát megkérdezett, hogy aki mindig az mellett ágál, hogy klasszikus módon, eredeti módon szeretné, hogy például a Shakespeare esetében az angol reneszánsz színházi hagyományokra gondol-e? Én úgy gondolom, hogy nem, hanem általában a 19. század végi polgári színjátszás hagyományért gondol. Tehát az van mondjuk a köztudatba elvetve, mint klasszikus színház, vagy mint eredeti klasszikus formájú, holott semmi köze mondjuk a reneszánsz, a Shakespeare-i reneszánsz színházhoz vagy.
Tehát tulajdonképpen azt mondod, ha jól értelek, hogy a klasszikus az minden korban mást jelent. Tehát maga a drámatest, mint olyan az adott, de annak a megvalósítása az nyilván korfüggő. Tehát nagyon közhelyszerűen én azt gondolom, hogy ugye a 20. századi, a modern irodalmat szoktuk, a moderntől kezdve mondjuk a kortárs irodalomnak, illetve ugye azt szoktuk mondani a 20. század elejében lévő, a mára már klasszikussá vált fogalma. De most tényleg nem érdemes egy ilyen terminológiai problémázásba esni, de az élő szerzők is írnak úgynevezett klasszikus módon. Tehát ugye, hogy ettől nem válik kortársa, amennyiben a kortársa azt gondoljuk, hogy a kortárs az ott tart, ahol tart mondjuk épp a dráma irodalom, vagy a színpadi irodalom. Most ugye a Hernyák tanár úr mondta az elején, hogy le kellene tisztázni, mi is az a dráma. Végül is majdnem minden színházi szövegét szoktuk drámának nevezni, még a színdarabot is, bármit, ugye, bár a színműveket is, mindenre azt mondjuk, hogy dráma. De ez gondolom, hogy egy kicsit szárazabb, lehet unalmas a téma, hogy nem a történetet szeretném elvetni, hanem az, hogy ezek már nagyon szakmai kérdések végül is, de ez alakult ki, dráma, holott műfajilag nem is az. Maximum azt mondjuk, hogy komédia. Ugye a tévében írjuk, hogy dráma, akkor tudjuk, ez egy komoly film. Ha írjuk, hogy komédia, akkor vicces. Ha 18-an fölülieknek vagy pornó, vagy horror. Igen. Bocsánat. Egy kicsit nekem is zavaros igazából. Egyrészt ez, amit az András mond, ez nagyon jó, hogy ha Shakespeare-t úgy játszanánk, ahogy azt a Shakespeare előírta, vagy ahogy ő azt elgondolta, akkor mondjuk minden Júliát férfinak kéne játszani, tehát innen induljunk ki. Szerintem manapság egy relatív avantgárdban annyira nem. Ne beszéljük a görögökről, az hogy kéne játszani akkor? Hogy igen, játszák hogy ez, 2000 évvel is néhány évvel. Hogy az aztán rohadtul unalmas lenne. Jó, de az kérdések a fontosak, nem? Tehát, hogy mindezeknek, tehát a reneszánszkori színháznak is volt egyfajta, nem manifestum, de egyfajta célja. Tehát nyilván ez a cél megmaradhat, vagy ez a koncepció, nem föltétlen csak a külsőségekre gondolva. De az semmiképpen nem jelenti mondjuk, amire gondolunk, hogy hát igen, hogy szép ruhákban vannak, vagy kellemes, vagy nem tudom, vagy azt értem. Tehát akkor nyilván megint arról fogunk beszélni, hogy realista ábrázolásmód, vagy történetszerű. Általában hogy az emberek azt fogadják el, vagy azt nevezik, amikor van történet, eleje, közepe, vége. Jött a Pistika, köszönt és elköszönt, szóval. Innen fogjuk tovább gondolni, a következő mondat pár kapcsán lássuk. Tehát a második mondat párunk így hangzik. A klasszikus dráma attól klasszikus, hogy olyan témával foglalkozik, ami állandóan aktuális marad. Ellenpárja. A kortárs dráma a mai kor problémáival foglalkozik, tehát aktuális. Miért félünk tőle mégis? Félünk tőle? Sokszor hallani, hogy bemutatnak egy kortárs darabot, és aztán ez nem ér meg, csak néhány előadást például. És nagyon óvatosan mernek hozzányúlni egyes színi direktorok, vagy válogatók. Én nem vagyok színi direktor, de én azt mondom, hogy nem félünk tőle. Hát csak visszatérve az előző kérdéspára, vagy pontosan a legelejére, hogy mi a dráma, én nem a drámára, mint műfajra gondolok, hanem a drámára, mint műnemre. És ebben a pillanatban azt gondolom, hogy akkor a dráma minden az, ami a színpadon előadatik. Igen, csak ez azt a problémát veti fel, ezért az utóbbi időben egy kicsit utána olvasok, meg így szórakozok vele. Tehát van egy ilyen érdekes új hullám a kortárs színház művészetben, mondjuk nyugaton, mondjuk Németország, Lengyelország ilyen helyeken, hogy mondjuk filozófiai mű. Tehát, hogy Nietzsétől az Imigyen szól az Zarathusztrát színpadra vitték a Schaub bűnében. Nem. Tehát igazából ezekkel én nem tudok mit kezdeni ilyen szinten. Akkor tudok, mondom, azt mondtam a legelején, hogy a törvényeket föl kell rúgni, ugye a színház. De van viszont két törvény, amit nem lehet fölrúgni. Bár ezt is már fölrúgták. Ugye a színházhoz két tényező kell, ugye az egyik a színész, a másik a néző. Azt hiszem, hogy a Göbbels csinál, nem az a Göbbels, ez Göbbels. Egy újabb, igen, az elmúlt bitefek egyikén, ahol nem volt egy színész se az előadás. Tehát fölrúgta azt a törvényt, hogy színész kell az előadásba. Még nem találtuk ki a néző nélküli előadást. Kissé furcsa is lenne. Jó úton vagyunk. De én azt mondom, hogy hát minden, amiről a rendező úgy véli, hogy színpadra alkalmazható,
az dráma. Legyen az vers, legyen az a telefonkönyv akár, nem az egész vers, jó, meghúzva, nagyon érdekes lenne mondjuk Magyarországon megcsinálni a telefonkönyvnek egy részét mondjuk G-től O-ig, vagy itt Vajdasági Magyar Színház érdekes lenne megcsinálni K-tól ellen köröztül. Na igen, de hát ugye azt mondta, itt van a másik oldalon, itt a néző. Tehát azért nyilván úgy kell válogatni, hogy nem is a nézők igényeit, de valahol találkozzon ez a két dolog. Ez, mindjárt... ez a kérdés, ahogy föltetted az elején, hogy ez egy inkább egy menedzsmentet, marketinget érintő kérdés, ugye, hogy lesz-e annyi nézője az új és ismeretlen darabnak, mint amennyi a jól bejáródott, nem tudom, szórakoztatóbb jellegű, vagy ismertebb dolognak. Így, egy gondolom, erős piárt kell köré szervezni, gondolom, mert ha azt mondják, hogy Csárdás királynő, nem, ha, akkor mindenki ismeri. Mondtad, hogy félünk tőle. Szóval én se érzem művészként, hogy félnék a kortárs szerzőtől, vagy akár színházigazgató, és hát nyilván az ember kell ismerni, hogy sokkal jobban hat, hogyha az ember kiír egy hangzatos nevet, akár a Molière-től kezdve, bár már erről is most már nagyon félőek az elképzeléseim, hogy ki tudja, hogy az mi. De akkor itt jön, bocsáss meg, a dramaturg szerepe. Most igen. Éppen rád nézek, de bármelyik dramaturgra érvényes ez, hogyha egy Molière-t előveszel, és azt átírod adott esetben, akkor ez most kortársnak számít? Mindenképpen, tulajdonképpen a kérdésre válaszolok, de nem úgy néz ki. Az a kérdés ugye úgy hangzik, hogy attól klasszikus, hogy olyannal foglalkozik, ami aktuális, vagy pedig foglalkozunk a kortársakkal, hiszen aktuális. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet, hiszen az, hogy valaki kortárs szerző, egyáltalán nem biztos, hogy aktuális problémával foglalkozik. Egyáltalán arra nincs... Hanem? Hát nagyon sok olyan munkát olvastam, amelyek olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek vagy elavultak, vagy úgy akarnak klasszikusok lenni, ahogyan nem értettünk egyet, hiszen valóban ez jó megfogalmazás, hogy a klasszikus az örökké aktuális. Tehát nem attól klasszikus valaki, hogy meghalt, hanem attól, hogy örökké aktuális a témája. És hogyha kortárs szerző olyan valamiféle nosztalgiával borítja, most ezt egy példa, a szövegét, ami ma már nem szólal meg, hiába él a szerző, de az nem szólal meg, attól egy cseppet sem aktuális. És természetesen, hogyha előveszünk egy Molière-t, bár Shakespeare, teljesen mindegy, hogy mit, azt is eljátszhatjuk úgy is, ahogyan a Shakespeare megírta, úgy is lehet aktuális, de természetesen úgy is lehet aktuális, hogy egy egészen más rendezői, vagy különböző dramaturgi munkálatoknak vetik alá magát a szöveget, és nem beszélve arról, hogy születnek parafrázisok, tehát olyan újraírt történetek, amelyek egy klasszikus műből készülnek, de már egy önálló, egy másik drámát jelentenek. Robi, te mikor ragaszt tollat? Kell egy aktuális lelkiállapot és helyzet és mondani való, tehát kell, hogy legyen valami biztos, a bögyödben magyarul. Nem biztos, nekem mindig valami a bögyönben van, hanem nem tudom, alkalom szüli a tolvajt, azt gondolom, nem tudom, tehát hogy így általában kényszer. Most külső-belső kényszer, tök mindegy, de valamilyen kényszer nyilván, meg hát idő most már. Aha. Tehát hogy mikor van nekem két hetem leülni, írni. Az egy nagy kérdés. Tehát tulajdonképpen akkor ez nem is annyira az aktuális felböfenés, hanem ez egy sokkal tágabb koncepció. Nem, ez egyébként nekem valahol emberi hibám, tehát a vehemens szót velem kapcsolatban elég sokszor szokták használni, mert hogy én állandóan ki vagyok akadva valamire, tehát hogy a téma az van. Kinyitom a reggeli blitzet, és ihol süvít. Uh-huh. Folytatjuk mindjárt, előtte azonban reklámozunk egyet. A szív a nagy pillanatok otthona. Minden lépéssel közelebb jutunk álmaink megvalósításához. Merjünk nagyot álmodni, és boldog pillanatainkat osszuk meg barátainkkal. Barátokkal, akik nem csak jóban, de rosszban is mellettünk vannak. Akiknek ünnepeinken a legjobb falatokat készíthetjük el a Báne konyháiban. Báne konyha bútorok. A minőség nem luxus. Októberi nagy akció a Zentai Gilax House-ban. Azurró beton cserepek 40%-os kedvezménnyel.
téglavörös és antracit darabja 64 dinár, mediterrán provence darabja most csak 82 dinár. Válassza a legjobb áron a legjobb cserepet. Gilax House, Zenta, Kikötő utca 1. Lénárd Róbert, rendező, író. A színház nem lehet nem kortárs. Ha a színház eleve a régit, a kicsit is elavultat célozza meg, akkor egész egyszerűen nem színház, halott anyag. A színháznak ezért kortárs formában, kortárs témákkal kell foglalkoznia. Akkor is, ha Shakespeare-t, Molière-t, Euripidészt visszük színre. A színház mindig most van. Brestjánszki Boros Rozália, dramaturg, író. A színház létszükséglet számára, de elismeri, hogy van, aki tudna élni nélküle, viszont legalább egy találkozást megér, aztán hát ha mégis. Hernyák György, rendező, osztályvezető tanár. Először tisztázni kellene, mi a klasszikus és mi a kortárs dráma, sőt, legelőször, hogy mi a dráma. Továbbá leírt szövegről beszélünk, vagy annak színpadi megvalósításáról. Urbán András, rendező, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház igazgatója. Klasszikus vagy kortárs dráma? Szerinte nem az a kérdés. A dráma, mint irodalmi műfaj valóban kizárólagos alapja a színházi előadásnak? Nem. Tehát itt tartunk még fél időben sem, és erős viták folynak még mindig a dráma megfogalmazása kapcsán, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Előtte azonban nézzük a harmadik ellentétes mondatpárt. Tehát így hangzanak a mondatok. Az ismert darabot már nem kell bevezetni a köztudatba, és nem kell a szerzővel bajlódni. Biztonságosabb klasszikusokat játszani. A puding próbálja az evés, szól a második mondat. Ha a drámaírók nem kapnak színpadot, esélyük sem lesz majd klasszikusokká válniuk. Ez ugye tény, mint olyan. De beszéltünk az előbb arról, hogy a drámaírás, és most irodalmi szempontból is mondom, nem üzlet sem a kiadónak, sem a színháznak, olyan értelemben, hogy nem lehet olyan PR munkát, reklám kampányt elvégezni rajtuk, hogy egy hatalmas olvasottsági tábort teremtsen, illetve hogy tömegesen hozza a nézőket. És egybe kérdezem, lehet-e? A drámát soha nem olvasták. Tehát legalábbis ez az én ilyen történelmi tapasztalatom. Olvasták, ugye mikor még volt a 100 évvel ezelőtt, akkor ültek a kispadon, vagy a kis foajéba, és a kis teájuk mellett, és olvasgattak. Igen, de bizonyos dolgokat, tehát nem tudom, a Shakespeare az úgy átment egy ilyen olvasási mániába, de egyébként a kortársak soha az életben nem olvasták a Molière-t, mi a francnak olvasták volna? Hát volt egy ilyen fogalom, hogy könyvdráma, amit a Madács ember tragédia, ami soha életben is kellett volna előadni, mondják. Egyébként tehát, most rögtön kérdezem, egy nem színházi ember, egy nem színházi szakmával foglalkozó ember bármelyik szektorba, vajon érti-e a drámát olvasva? Hát erről pont a Gyuri mondott egyszer nekem egy tötetet? Igen. De mondtad, hogy a drámát olvasni, az külön műfaj. Igen. Tehát, hogy az egy egészen más. Jó, hogy nem emlékszel, de te mondtad ezt nekem pár évvel ezelőtt, hogy drámát olvasni, ez külön műfaj. Drámát ez más, hogy olvassa az ember. És én ezzel mélyen egyetértem. Most én nem tudom, hogy olvassa a civil ember a drámát. Tehát én úgy olvasom a drámát, amikor rá kényszerülök, hogy már rendezem útközben. De most kapcsolódok vissza Robinak az előbbi mondatához, hogy a téma az utcán hever. Jutott eszembe két gondolat, de tényleg, hát annyi témánk van. Olyan világban élünk, azt mondom, hogy magyar szó. Gyönyörű drámát lehetne belőle csinálni. Vagy egy még tágabb körű téma, azt mondom, hogy 7 nap. Hát a drámaíró versenyeknek például. Az ugye a magyar szóból igen. Húzza a címet. Ja. Azt szeretném, olyan jó elcsevegtek ketten, jó volt nézni. Nyugodtan hátra is élvezd, András. Igen, nagyon élvezem. Tehát én szerintem olvasnak drámát, hogy nem tudom, de
mindenki, vagy olvasnak egyértelműen, sőt azt gondolom, hogy irodalmi műfajá vált már régen a dráma, és nem is feltétlenül az írja a szerző, hogy azt valahogy előadják, hanem csak szeretné, hogy előadják, de nem feltétlenül színházi, nem használatra, nem feltétlenül szervesen kapcsolódva a színházhoz, mint olyanhoz. Ez sem feltétlenül baj. De abban világosan különbséget tudunk tenni, és itt nincs sokat mit mesélni, hogy van dráma, mint irodalom, meg, és van színház. És az nem feltétlenül dráma, mint színház, hanem a színház a színház, a dráma, vagy a drámairodalom pedig egyik dolog. Nyilván beszéltünk szerzőkről, vagy a Lénárd említett épp a Shakespeare, Molière, ezek külön színház, rögtön a színháznak írtak. Nem drámát írtak, hanem színházat csináltak. Tehát, hogy ennek ez volt a lényege. Ma ezek a dolgok szétszakadtak, elszakadtak. De még egy mondat erejéig, kettő. Az valós probléma, hogy a kortárs szerzők nem jutnak a színházhoz, vagy legalábbis úgy érzem, persze vannak törekvések, most lehet itt különböző rendezvényekről beszélni, de valahol elszakadt tőle. De attól, hogy valaki kortárs és drámákat ír, egyáltalán nem biztos, hogy ennek van különösebb jelentősége, mert hogy amikor a klasszikusokról beszélünk, a Molière-ről és a Shakespeare-ről, ezek ugye a világ vagy a koruk legjobbjai. Tehát most attól, hogy valaki nem tudom, hol ír egy drámát színháznak, mert erről elképzelt valamit, ez egyáltalán nem biztos, hogy a színház számára van különösebb jelentősége. De ugyanakkor azt támogatom, hogy persze, hogy jussanak a szerzők, vagy akik ugye hajlandóak ezt valamilyen fajta hivatásszerűen, vagy a vérüket engedni, ugye, a színház közelébe, és hogy ennek szerves részei legyenek. A néző az mire ül be? Címre? Hangzatos címre, ismert címre, vagy történetre, problematikára? Mindjárt adott válaszolok esetben. Erre is, csak jó. Először még reagálok. Válaszolj, amire akarsz. Azt gondolom, hogy való igaz, amit az András említett az elébb Shakespeare-ről, Molière-ről és a többiekről, de szerintem egy igazán aktuális kortárs szerző ma nem drámát ír, hanem egy színpadi szöveget ír. És a színpadi szöveg az nem feltétlenül állja meg mindig a helyét az irodalmi világban, tehát nem mindig alkalmas arra, hogy olvasva is élmény legyen, hanem a színpad a cél. Tehát ezt szerintem nagyon külön kellene választani ma is, hogy olyan papírszagú dráma, amiből aztán készülhet jó előadás, vagy pedig eleve színpadra írt szövegről beszélünk. Ez szerintem egy lényeges különbség. Másrészt viszont arra szeretnék reagálni, hogy vajon érdemes-e drámát, és most a klasszikusokról beszélni, házi olvasmány, ugye érdemes-e drámát olvasni a gyerekeknek. Nekem ugye két most már nagyobb bacska lányom van, és emlékszem rá, amikor, ha nem tévedek, általános iskola 8. osztályos, az Antigone? Igen. Azt hiszem, hogy akkor... Vagy középelső. De úgy is szörnyen hangzik, igen, tehát igen, ezzel igen. Együtt. Igen, szörnyen hangzik, és amikor a lányok elolvasták, akkor nagyon-nagyon zölden néztek, de történt valami olyan másként gondolkodás a fejükbe, amit szerintem egyetlen egy regény vagy vers sem tud kiállni. Szerintem a laikus is rendezi. Óhatatlanul rendezi. Másfajta állományt mozgat meg szerintem a drámaolvasás, mint a, de marhára nem mindegy, hogy milyen drámát adunk a kezébe. Akkor úgy éreztem, hogy korán van, az Antigone, ma viszont azt gondolom lehet, hogy magas a léc, de nem, szerintem akkor van az ideje az Antigone-nak. Igen. De én még továbbra is kíváncsi vagyok arra, hogy a néző vajon mire ül be. De én meg arra szeretnék reagálni, hogy én ezt nem mondtam, tehát most egy picit gondolom, hogy nem az a különbség a kétfajta dráma között, hogy az egyik papírszagú, a másik a színpadra íródott. Tehát most a színpadra íródottnak is kellene legyenek valamilyen értékei, ami miatt ez a színpadon elkezd működni. De András, az egyik a jó, a másik a rossz. Az, amiről te beszélsz, a színpadra íródott dráma, az vajon olvasható-e irodalmi drámaként? Működik-e? Hát, mert a másik egyértelműen működik színpadon, igen. De ez néha a vicceverze, ez működik-e? Kérdezem. Hát ez szerintem olvasó válogatja. Szóval olvasója válogatja a dolgokat, és nyilván a többség jobban szeret, nem tudom, mit olvasni, illetve vannak emberek, akik más szeretnek, vagy hajlandók megbirkózni, nem tudom, másfajta feladatokkal, ami az olvasás illet. De most akkor visszakanyarodunk oda, hogy mi a dráma és mi a színházi szöveg, vagy mi az irodalmi dráma, hiszen az irodalmi dráma is színházinak elvileg azt mondjuk, hogy azt elő lehet adni. Mire jön be a közönség? Szerintem a nevetésre jön be, a szórakozásra jön be a közönség. De lehet, hogy mások más gondolnak. Nem, én azt mondom, hogy nézője válogatja. Milyen furcsa, hogy ezt éppen te mondod egyébként, ravasz vagy. Hát nem lehet ezt téged komolyan venni.
van, aki címre jön be, van, aki rendezőre jön be, van, aki íróra jön be, van, aki műfajra jön be. Uh-huh. De ez most... Hát, de nyilván arra gondolok, hogy melyik a többség, nem? Fogalmam. Hát igen, ha nézzük, fogalmam nincs, hogy melyik. Ez nem lehet megjósolni. Valószínű, hogy Juli Sányi és Pista bácsi, ők a címre jönnek be. És írja alatt, hogy zenés és komédia, akkor arra jönnek be. De van, aki ettől idegenkedik és borcsózik a háta, például én is. Ez lesz az, én nem tudom, hogy szerzőre bejönnek-e egyáltalán. És akkor de most nem itt azért nem gondolom, mert szerintem az átlagembernek, tehát a nagy részének a fejében például Shakespeare dögunalomként él. Tehát attól, hogy a Shakespeare drámát megkínletünk, egyáltalán nem biztos, hogy az nézet lesz. Nem tudom, hogy mit kéne kiírni ahhoz, hogy bejöjjön a nézőt. Mondjuk nekem azért az a tapasztalatom, nyilván a Shakespeare-től nem fogják verni a mi Zsuzsánk pénztárának az ablakát, de könnyebb, mint egy teljesen ismeretlen dolgot prezentálni. A másik, én azt gondolom, hogy engem nagyon komolyan lehet venni, és a Juli Sándira reagálva csak annyi, hogy én például elég sok szabad, nem sok, de egy jó pár szabadkai értelmiség, a középréteg tagja mesélt arról büszkén, hogy ők szívesen vagy igyekeznek két havonta járni egy közeli magyarországi város nemzeti színházába, abban az időben, amikor ez közismerten mondjuk a szomszédos ország leggyöngébb minőségű színháza volt, és akkor is arról beszéltek, hogy oda szeretnek, és hogy az az igazi. Mert ezzel az értelemben. Hát nem tudom, az ő színház képzetük nyilván az, vagy ott érzik jól magukat, amit én elfogadok végül is, mindenki oda jár, ahova akar. Hát erre nem lehet beleszólni. Hát mert demokrácia van. Ez a félkör nyilván nem hivatott arra, hogy eldöntse, hogy mire megy benézed, de azért nyilván próbálkozhatunk lévén, hogy egy a cél. Szerintem én még annyit talán, hogy nyilván a nézőt be kell hívni, ki kell találni, ehhez vannak nagyon jó marketing szakemberek, akik kitalálják, hogy mivel lehet becsalogatni a nézőt, és nyilván a nevetés és a zene az a legjobb csali. Húzóerő. Viszont ha ravaszan és jól csinálod a színházat, akkor szerintem a nézőnek mindig egy picit többet kell csöpögtetni annál, mint ő első látásra észrevesz. És akkor meg lehet oldani azt, hogy legközelebb már nem feltétlenül a nevetés és a zene lesz a húzóerő, mindig egy picit többet kell adni, vagy mást is kell adni azon felül, amit ő elvár. Ezzel a nyomon haladunk tovább, a negyedik mondat pár következik. Tehát már igazából érintettük a témát, de felolvasom. A kortárs dráma nem létező fogalom, mert nincsenek kortárs drámaolvasók. Még a másik mondat. A klasszikus drámairodalom némelyikét is csak azért olvassák, mert kötelező házi olvasmány. Nyilván ezt már így kiveséztük az elején. Maradjunk talán azon a nyomon, hogy commerce, zenés, musical vagy mély lélektani dráma. Hát igen. Minden művészetnek a határvidékén ugye ott van a gics, ott van talán a vers, igen, ott is van. De a képzőművészetben is ott van a gics, ott van a regényekben is a ponyvaregény. Most a színházban nincsen? Hát nincs a fenét. Ezt úgy hívjuk, hogy könnyű műfaj vagy zenés műfaj. Hát nevezzük már nevén a dolgokat. Úgy hívják, hogy gics. Az kötelező engedély? Ha igen, nem kötelező. Hát a Pisilő kisfiú, az kötelező engics? Vagy a szépséges képek a piacon kötelező engics, amit spréje csinálnak? Nem tudom, de... Nem, én a musicalre gondoltam adott esetben, vagy a... Nem kötelező engics, esetleg... nem kötelező engics. Persze, nem kötelező engics. Attól függ, hogy a rendező mit akar ki, hogy akarja kivesézni, mit akar ezzel mondani. Ha akar vele valamit mondani, és mond is, akkor úgy gondolom, hogyha közölni akar vele, uh-huh. és nem pedig csak egy dolgot akar vele közölni, hogy tetszen, és jól érezzük magunkat, ha a színház művészet, mondom még egyszer, akkor nem gics. Ha pedig csak szórakoztatni akar, hát akkor csókolom.
ez csókolom, ez gics. Van egy érdekes szerző ebben a történetben, aki folyamatosan és erőszakkal a zenés műfajt próbálja nyomni, Bertolt Brechtnek hívják. Én őt például a gicsbe biztos nem kategorizálnám, meg egyébként a musical is egy nagyon széles kategória. Persze. És akkor ezen belül tényleg kapcsolnék arra, amit mondta, hogy a rendezőből mit akar kihozni. Én tavaly előtt láttam egy Chicagót, amit a Zsóti és Sándor volt szíves rendezni a Hoppár csoportnak Pesten. Hát az egy frenetikus élmény volt, és a gicshez tényleg nem volt sok köze. Míg a Chicago maga, akár a film is, hát brutális gics. Jó, hát nyilván vannak kivételek, most nem erről beszél. Általánosságban én sem azt mondom, hogy könnyű műfajú dolgokat, vagy a nevetés, a kivételesen, amire bejön a közönség. Nyilván vannak helyek, vagy vannak olyan előadások, amik halál komolyak, és nagyon megrázóak, és nem tudom, nehéz akár megemészteni őket is, és megy rá a közönség, mely érdekli őket, vagy érinti. De ha arról beszélünk, hogy melyik a könnyebb, ugye, ami a közönséget illeti, én egyértelműen azt gondolom, hogy nyilván én is fölül kérdezem ezt, ugye, hogy a Hernyák tanár úr mondta, hogy a színház művészet. Ha nem is a színház, de a rendezés művészet, a színészet művészet. Tehát ezek művészek, alkotók. Hogy itt állandóan azzal foglalkozunk, hogy neki mit kell kielégítenie, persze, van egy ilyen probléma, írni azt mondják, lehet a fióknak is. Az sem az igazi, nem ezt mondom. A színi előadás nem létezik, csak ha nézi valaki. Végül is ezerszől gondolkoztunk már azon, hogyha mi így egymás között lejátszuk, létezik. Végül is létezik. Lehet. Ez sem biztos. Ez sem biztos. Hát volt egy korszak, amikor egy ember nézte a színházi előadást. Úgy hívták a 14. Lajos. Volt közönsége? Volt. Egy ember ült bent. Szerző is voltak neki. Igen, az a furcsa ebben, az egyetlen, a színház az egyetlen művészet, ami igényli a közönségét. Többi az nem. Tud az ember szabadon mozogni. Lehet társasági, vagy akár egy szociális játék is. Összejöttünk, sokkal megcsináltunk egy jó előadást, és játsszuk együtt. És az nyilván okoz azoknak is valami élményt, de azért nyilván most nem elkanyarodva ettől, a színház mégis ugye az, amikor ezt nézik az emberek, és bocs, hogy ugye, sokat beszélünk már, Rozi még már régebb volt akarsz hozni. Szóval én azt gondolom, hogy a színháznak van egy nagyon fontos momentuma, amit az előbb is említettem, az, hogy akkor és most történik, valakik előadják, és valakik nézik. A színház bármikor eleve egy társadalmi akció, amikor megtörténik. Amennyiben az a színház, hogy te állsz a színpadon, én megnézlek. Tehát itt valaki valamit közöl valakivel. Engem az olyan nagyon nem érdekel sose, ez személyes, tehát mást elfogadom, hogy hát most könnyű műfaj, és akkor csöpögtetik oda-ide-oda valamit. Tehát én nem ezzel szerettem volna foglalkozni, nyilván azért csinálok olyan előadásokat, vagy színházat, amit 100 ember próbál nézni, nem 300 ember. Te mondtad, hogy a nevetésér és a jó kedvér, mert hogy te meg pont provokálsz a színházban. Erősen elgondolkodtatsz, provokálsz, az embernek a gyomrába nyúlsz, tehát... De én most megfordítom ezt egy nagyon szemét információval, tehát hogy azért az András az rendezett zenéset, a Sardinia című darabot a Kosztolányi Dezső Színházban, tehát abban azért volt zene rendesen. Egyébként a humor se hiszem, hogy idegen a Kosztolányi Dezső Színházhoz, sőt. Egyáltalán nem. Sőt, én nem azt is gondolom, mondtam. Hogy éppen nagyon humoros előadásaink vannak, még arra visszakanyarodva, és akkor tényleg befejezem erre a blokkra, csak ami én látok probléma a közönség felé. Tehát sokszor föltettük kérdés, mi a probléma? Amit néz, érdekes? Érdekes. Szokott ilyet látni? Nem szokott. Nevetséges? Nevetséges. Szép, stb. Tehát sok minden dolognak megfelel. Mi az, amit nem tud megbocsájtani ebbe a provokációba? Hogy egy pillanatra nem tudja, hogy kell viselkedni. Tehát ez a fő problémája, hogy egy pillanatra igen, most mi van? Szóval én mindig ezt látom, hogy mi a megbocsáthatatlan, vagy hogy valamit provokál az előadás, ami valamilyen kispolgári érzéseket megbánt. Hát szuper, hát végül is ezek mindannyian gondolom, akik ezen törekszünk, hát próbáljuk levetni ezt magunkból. Nem rossz, ha erre nekem valaki rámutat. Végül is rossz, hogyha kioktat, de hogyha valahogy én erre rájövök, vagy nem tudom, hogy ki mit bánt. Engem nem zavar, ha látok valamit a színpadon, amit egyébként az életben nem szeretnék, vagy nem tetszik, vagy nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván bizonyos dolgok egyfajta... De hát a muskátli zenét is többen hallgatták itt, mint a kortárs komoly zenét. Szóval ez is egy... És akkor beszéltünk arról, hogy melyik a zene. Képzeljék, reklám jön.
Új kínálat az Elzett biztonsági zárszaküzletben Szabadkán. Kulcsok másolása és biztonsági rendszerek szerelése, zárbetétek és lakatok azonos kulccsal való nyitási lehetősége. Ezen kívül minőségi zárak, lakatok, zárbetétek, pántok, kilincsek, tolózárak, ajtó és ablakvasalás kis és nagy kereskedelme. Az Elzett Certa Kft. 12 éve az Elzett márkanév hivatalos forgalmazója. Szabadkáról bármely településre az AX Express gyorspostával házba szállítjuk a megrendelt árut. Elzett Certa Kft. Szabadka, Priboj utca 9, 024 687 050, www.elzettszó.rs, 024 687 050. Elzett egyenlő biztonság. Ha már úgy hozta a sors, hogy orvoshoz kell fordulnia, válassza a legjobb szakembereket. Belgyógyászat, kardiológia, ortopédia, neurológia, urológia, nőgyógyászat, műtéti beavatkozások, plasztikai és esztétikai sebészet, laparoszkópia. Érdeklődjön és egyeztessen időpontot a 024 571 067-es telefonszámon, vagy személyesen az Árszénél Csárnővity utca 13-as szám alatt. Dr. Evétovics Poliklinika. Tehát akkor kihangosítom, hogy még mindig miről beszélgetünk, illetve már rég másról is, de a témánk akkor is maradt. Kortárs vagy klasszikus dráma, vajon az új drámának szabadságharcot kell-e vívnia az elnyomó klasszikusok ellen, a libikóka két oldala. Persze mi már arról beszélgetünk, hogy mi a jó színház, és hogyan kell jó színházat csinálni, és mit szeretnek a nézők. Ezzel is folytatjuk, kérem az ötödik kártyát. És akkor hadd szóljon ismét hangosan, csak a holt szerző a jó szerző, illetve ennek ellentétpárja, a kortárs szerzőnek van egy rossz szokása, visszaszól. Ezt én most szeretném. Nem azért, mert én az élő szerző vagyok, aki ebből kifolyólag rossz szerző, hanem arra szerettem volna beszélni ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok érdekes szerzői gyakorlat van. Ugye a Kosztolányiban a Voyager úgy készült, hogy már folytak a próbák, a Vinnai meg még írta a szöveget, és folyamatos levelezésben állt a Keszély Lászlóval, aki rendezte az előadást. Ez egyfajta. Aztán van a londoni Royal Courtnak a színházi műhely, ami meg egyenesen úgy néz ki, hogy a szerző bent ül a próbán. A Tasnádi így dolgozik, ha jól tudom. Most rád nézek, mert dolgoztatok vele, de hogy többek között így is. Szóval nagyon sokféle szerzői hozzáállás van az élő szerzőnek, nagyon sokféle bevonása van a színházban. Tehát nem gondolom, hogy az föltétlenül úgy néz ki, hogy a szerző megírja, beküldi. Igen, Robi, de a másik oldalon meg vannak a vaskalaposok, aki akár pert indít abból, ha kihúzol egy mondat. Most sarkítok persze, de hogy létezik? Erre majd válaszolok egy mondatban. Parancsoljon. Hát én rengeteget dolgoztam egyik kolléga, magyarországi kolléga, valaki azt mondta, hogy én belőlem eddig egy A betűt nem húztak ki, kikérem magamnak azt, hogy belőlem bármit is húzza. Hát mondtam, komám, én kihúztam a kétharmadát. És akkor valahol megegyeztünk. Aztán dolgoztam egy másik szerző, úgy hittek, hogy Vörös Sándor, és ő ugye klasszikus, hát most már igen. Aki azt mondta, hogy gyerek, csináltok azt, amit akartok a drámámban, én ezt megírtam, húzzátok, írjatok hozzá, nem érdekel. Én azt gondolom, hogy az a jó szerző, akivel együtt lehet dolgozni. És legyen halott is. És legyen halott. És lehet halott. Ja, lehet. Is. És lehet halott is, de együtt tudok vele valahol dolgozni. Hiszen a rendező valahol társszerző, hiszen ő a megvalósítója egy leírt szövegnek. És a kortársszerzők pedig azok a jó kortársszerzők, szóljon vissza, és ellenőrizzen engem, gondolom én. De akkor legalább nyit egy olyan ablakot a világra, amit lehet, hogy én nem vettem észre. Uh-huh. Tehát, ha együtt dolgozok egy kortársszerzővel, az nekem nagyon tetszik. Egyébként még azt is mondják, hogy a klasszikusokat azért sem kell szapulni, mert hogy eltartják a mostani drámaírókat, illetve dramaturgokat, tehát átíródnak. Hát nem.
Nem? Rosszul ilyen mondják. Ilyen egyenes értelemben talán nem gondolom. Én mondjuk szívesen elnézést kérnék a szerzőktől ezért a színházi berkékbe használatos mondaté, hogy a holt szerző, a jó szerző. Én nem azt gondolom. Én azt gondolom, hogy az számomra az jó szerző, akivel együtt tudok működni. És hogyha valaki egy kortárs darabhoz nyúlok, én örömmel látom azt, hogyha egy konstruktív és kreatív munkafolyamat alakul ki kettőnk között, de ez nem muszáj, hogy így történjen. Szóval az is megeshet, hogy elolvasunk egy drámát, és azt mondja egy kortárs szövegét, a színpadi szöveget, és azt mondom, hogy én ezzel szeretnék, ezt akarom megcsinálni. Nyilván van benne valami, ami engem izgat, vagy ami érdekel. Nyilván van egy olyan dolog, hogy valaki azt mondja, hogy csináld meg ezt. Na, akkor az egy megint másik helyzet. De én épp azt mondom, hogy a szerzőnek vagy szervesen jó, ha kapcsolódik a színházhoz, de nem muszáj. Szerintem az igazán jó, egy színházi alkotó munka az egy kollektív folyamat. És hogyha, és tehát ebbe a történetbe beletartoznak a színészek, beletartozik a rendező, beletartoznak a tervező, zeneszerző, koreográfus, nem tudom kik még, és beletartozhat a szerző. Ez egy semmiképp sem el, hanem hozzá tud ehhez csak tenni, hogyha az előadásban tud gondolkodni. Hogyha nem úgy vesz részt a munkafolyamatban, hogy a saját pici gyermekét, a szövegét félti, hanem együtt tud lélegezni, és a saját ötleteivel, a saját gondolataival tudja valóban gazdagítani az előadást, akkor jó, szerintem az egy igazán jó szerző, és egy jó együttműködés a szerzővel. Valóban vannak, és ez ugye a második mondatra reflektálva, vannak olyan szerzők, akik mániákusan szeretnek ott ülni a próbákon, de csak azért, hogy figyeljék, mint a te cimborád is tette azt, hogy a betűm ne hiányozzék. Hát ő jobb, ha távol van. Holt szerző vagy élő szerző, ettől függetlenül a következő idézetet találtam. Melyik az igazán jó darab, a jó színházi darab? A büfés szerint az a jó darab, ami rövid. Viszont szünet is van benne. Az igazgató szerint jó az, ami nyer a pályázaton. A gazdasági igazgató szerint nem jó egy se, csak baj van mindegyikkel. Tehát már egy picit úgy tetszik, mintha feleslegesé vált volna a színmű maga, tehát ebbe a kontextusba. Tehát mi a jó darab? Azon túl, hogy szól, megszólítja a rendezőt, a rendező meg szeretné rendezni, a színész kap egy jó rendezőt, a rendező kap jó színészgárdát, és ott a közönség. Hát én önző vagyok. Lehet-e borítani? Én nagyon önző vagyok ebben a tekintetben. Az a jó darab, számomra legalábbis, ahol én megtalálom magamat. Amivel tudok közölni. Pontosan azért, mert a színház az áll színészből és nézőből. Ha a néző mellett ez elsuhan, és én hiába találom meg benne magam, hát akkor én csináltam egy rossz előadást. Szóval nagyon ambivalens ez az egész érzés. Hát persze, jó darab az, ami meg tudja szólítani a közönséget. Tehát a színház adni akar. Kérdés, hogy mit? Bocsánat, mindjárt, hanem az, hogy nekem ez ketté válik. Tehát mi a jó darab kinek? De nyilván neked is van egy olyan darab, ami nagyon tetszik, nagyon üt, nagyon hat, nagyon katartikus érmény nyújt olvasva. Ez magánemberre működik, magánemberként működik. Ennek ez egy bizonyos kitérőmai vannak. De dramaturgként, aki javaslok, hogy ez a színház mit tűzön műsorára, sokkal több kritérium van, tehát sokkal úgynevezett objektívebb tényezőket is be kell kalkulálni. A színészgárda, az aktuális rendezők, jelen pillanatban milyen előadást kell műsorra tűzni, tehát sokkal több tényező is van, és azok a kritériumokon belül mi a jó dráma, vagy mi a jó színpadi szöveg, ez különbözik ez a kettő szerintem. Kizárólag továbbra is a színházat szövegként látjuk, tehát irodalmi alapú műfajként. Tehát erről beszélünk. Ezt írja. Jó, persze, ezt lehet mondani, de mint hogy én a bemutatkozóban mondtam, én meg erre azt mondom, hogy ez nem ez a lényegi kérdése. Ráadásul a posztdramatikus vagy a poszt-posztdramatikus színház időszakába. Tehát pontosan, bocsáss meg, de erre mondtam az imént azt, hogy vannak színpadi szövegek, amelyek nem feltétlenül irodalmi szövegek, és vannak az írott szövegek. Jó, és akkor lezártuk, mert te pont erre mondtad, hogy most nem értem, hogy mire célzol. Tehát én meg azt gondolom,
Ez az egész probléma kapcsán azért említettem, mert így sehogy se tudunk kimozdulni abból a helyzetből, hogy a színház színház. Nyilván én azt gondolom, a jó darab az, ami engem fölizgat, vagy a jó előadásnak gondolom, ami megérinti a közönséget. Tehát mint általában műalkotás többnyire, bármilyen formájában. Akár a provokatívság, akár az aktualitás miatt, akár azért, mert olyan szép, hogy valami fölemelő érzést ad az embereknek, és ez fontos. És gondolom az a jó, hogy így nézem, hogy a büfés szerint és stb., akkor az emberek azt mondják, hogy köszönik az előadást. És ezt komolyan mondják, mert valamit kaptak vagy érintettek. Ez nyilván a művészeknek is jó dolog. Az, hogy mit kell játszani a közönségnek, vagy hogyan, azért itt szemünk előtt is láttuk, Szabadkán és máshol is, hogy hát ez azért sok mindentől függ, hogy kik mondják ezt meg, vagy mit gondolnak, hogy kell játszani az embereknek, vagy valóban ez kell nekik. Két szerző, drámaszerző itt velem szemben, akik olyan értelemben vannak kényeztetve, hogy több drámájuk is színpadra került. Milyenek ilyenkor a vagy felolvasó színház keretében, vagy bemutató, tehát ilyen, hát meg a Hernyák rendezte a drámádat, bocsáss az meg. Hát. Az egy. Jó, de aztán meg most volt a poszton a nagy sikered a felolvasó színház keretében, tehát hogy azért ott forogsz a köztudatban. Tehát ilyenkor élő drámaíróként, szerzőként, mi van? Így záró akkordként. Nem tudom, azért mi van? De mi volt? Tehát hogy működik? Igen, hogy működik ez a dolog, a visszajelzés? Fontos, sarka le arra, hogy újat írjál. Tehát mik történnek? Utórezgésekre vagyok kíváncsi. Bemutatták a darabotokat, és utána mi történik? Hogy éreztétek magatokat? A premier. Jó, nagyon fontos. Ezt nekem akkor is elmondtam. Hát nem tudom, hogy sarka le arra, hogy tovább, de nem tudom, hogy ez sarka le. Tehát ez az, amit a legelején mondtam, hogy inkább van bennem valamiféle vehemencia, vagy dű, inkább a sarkal. Hát vagy megnézed, tudod, és azt mondod, hogy oké, te írtad, de azt látod vissza, vagy jó ezt nézni? Vagy... Sose azt látom vissza, de hát ha azt látnám vissza, akkor már rég rossz lenne, ha csak azt látnám vissza. Tehát, hogy de erre vagyok kíváncsi. Nyilván itt jön be a képbe a rendező, tehát hogy valamit nyilván csinál belőle, vagy valamit gondol róla ő is. Tehát az, hogy ha csak azt látom vissza, amit én gondoltam, azt szerintem régen kevés. Dobom át a labdát a Rozinak gyorsan. Hát a kérdés arról szólt, hogy fontos-e, hogy mit gondol a néző, vagy mit érez a néző. Visszajelzések kapcsán, igen. Természetesen fontos, de most ez alatt nem azt értem, hogy válveregetések, meg gratulációk, nem tudom, én számomra inkább az a fontos, hogy ha az az állapot, vagy azok a tekintetek, vagy az a hangulat, amiben a néző elmegy. De lehet vidám, lehet letargikus, lehet dühös, lehet nem tudom, sokféle lehet, amikor elmegy, de ha valami maradandót, és jó értelembe véve maradandót kivált belőle, akkor szerintem megérte azt megcsinálni, de egyet értek Lénárd, hogy valóban nem a siker és nem a glória lök tovább, hogy tovább dolgozzam, hanem az más út keresendő. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy itt voltatok velünk. Nézők ugyan nem írtak be, de én remélem, hogy tudtunk kedvet csinálni a színházhoz, magához, hiszen valahol ez lenne a lényeg. És én köszönöm szépen, hogy velünk tartottak pro és kontra. Jövő héten szintén lesz Rekontra Fehér Mártával, viszontlátásra.